6 éve edzőtáborozik rendszeresen a portugáliai Albeirában Helebrant Máté. A gyalogló szakák képviselőinek körében népszerű a környék, az év elején 5 hetet töltött ott a magyar válogatott tagjaként. A nyíregyházi atléta aztán 2 hetet hazai környezetben készült, majd következett újabb 3 hét az Ibériai félszigeten. Máté edzője Pokrovenszky József irányításával heti 150-160 kilométert teljesített, mellette gyógytorna és rendszeres masszázs is szerepelt a programban. A sok munkára szükség is volt, mivel ősszel hasfalműtétje miatt több hetet ki kellett hagynia a 3-szoros olimpikonnak. Szerencsére azt a kis kimaradt időszakot, ami a műtét miatt zajlott, azt nagyjából sikerült bepótolnunk. Volt pár olyan edzésem, olyan hétvégi hosszú edzésem, amit időre kellett teljesíteni, és ilyen 28-30 kilométeres távon, azok biztatóak voltak. Bár egyedül edzettem és elég dimbes-dombos szakaszokon, de még így is biztató eredményt sikerült elérnem. Ebből kifolyólag bizakodóak vagyunk, hogy hétvégén legalább egy egyéni csúcsot el tudok érni, amit tavaly csináltam Dudincén. Ez egy 2 óra 35 perces időeredmény, ettől szeretnénk jobbat menni. A mindenféleképpen a világbajnokság a cél, szóval erre szeretnénk egy kvalifikációt elérni. A kvalifikációs idő az 2 óra 29-30 másodperc, ez most nem tűnik reálisnak, és ehhez szeretnénk egy közeli időt gyalogolni, amiért egy elég jó pontszámot lehet kapni ahhoz, hogy a világranglistán minél előkelőbb helyen sikerüljön elérnem. A dudincei verseny hagyományosan az év első jelentős gyalogló viadala. Több ország saját nemzeti bajnokságát is a szlovákiai városban rendezi meg, emellett tengeren túli gyaloglók is rendre vannak a mezőnyben. Mivel Máté az elmúlt években a koronavírus járvány miatt keveset versenyzett, és betegség vagy kizárás miatt több viadalt nem tudott befejezni, nincs rajta a világranglistán. Ezért számára fontos, hogy jó időeredménnyel érjen célba. Már évtizedek óta ez a verseny úgy zajlik, hogy több ország együtt rendezi a saját országos bajnokságát. Idén is így lesz, 60 induló lesz, a világ minden tájára, szóval Kínából is jönnek, Japánból, Mexikóból. Mondhatni erősebb lesz, mint maga a világbajnokság, mert tényleg aki a VB-re készül, az most tavasszal még versenyzik egy erőset, és utána már tényleg csak a VB-re fókuszál. Nagyon erős mezőny lesz. És nem is, ezért nem is szeretnék a többiekkel foglalkozni, mert az eleje, az élboly az biztos nagyon erős időt fog gyalogolni, és hát ez egy 2,5 órás verseny, a végére is tartogatni kell energiát, szóval mindenképpen magammal kell foglalkozni, úgy kell beosztani az örömet, hogy az nekem jó legyen. Nem a helyezés lesz a fontos, hanem az időeredmény, ezért szépen ilyen egyenletes tempóba kell majd felépítenem a taktikát. A dudincei 35 kilométeres gyaloglást 1 kilométeres körpályán rendezik. Mátit családtagok, barátok és támogatók is elkísérik, így egy kis szurkolótábor is segítheti célja elérésében.